összesen 5 napi rendi pontot tárgyaltak kedden délután a Szekszárdi Közgyűlés Kultúra Civil Szervezetek Városmarketing Bizottságának tagjai. Ezek közül az egyik a város fideszes polgármestere Ács Rezső által előterjesztett idei költségvetés volt. A bizottság tagjai a tervezetet ebben a formában nem javasolják a közgyűlésnek tárgyalásra, mert mint az elnök mondta, szerintük több fontos részlet nincs kellőképpen kibontva a dokumentumban. Mi nekünk is van, tehát a szakbizottságnak is van véleménye. Számunkra is akadt a költségvetés tervezetben olyan rész, amelyet szeretnénk, hogyha a polgármester úr vagy akár az önkormányzat, a városháza munkatársai jobban kibontanának, hogy érthetőbb és világosabb legyen. Bízunk benne, hogy ez megtörténhet, és a közeljövőben elkészülhet a 2020-as költségvetés. A kábítószer fogyasztás visszaszorításán dolgozó Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum szakmai beszámolója is szerepelt a bizottság napi rendi pontjai között. A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum főként a város költségvetésének és pályázatoknak köszönhetően tavaly több prevenciós programot és konferenciát is szervezett. A bizottság elnöke most azt mondta, bízik abban, hogy a korábbi jó kapcsolat továbbra is megmarad az önkormányzat és a KEF tagjai között. Kánóczi Andreát fogjuk meghallgatni, aki kiváló szakember, és bízunk abban, hogy ebben az új felállásban is a közeljövőben hatékonyan tudunk együttműködni. A bizottság tagjai a költségvetés tervezet mellett még egy napirendi pontot nem javasoltak a közgyűlésnek tárgyalásra, az szintén a költségvetéssel és a város adósságaival függött össze.